A Banyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium standja előtt állunk, mellettem Andorka Gábor igazgató. Igazgató, milyen képzésekkel indulnak a következő tanévben? A következő tanévben a megszokott képzési formákat indítjuk, tehát egy hatosztályos képzést, matematika és német profillal, egy 1 plusz 4 osztályos képzésre az Arany János tehetséggondozó program, és 3 darab 4 osztályos képzést, ami azt jelenti, hogy egy humán, elsősorban angol-német nyelvvel, illetve egy műszaki, ahol a matematika, fizika, informatika és egy egészségügyi profil osztály, ahol a biológia és a kémia van. Emellett az idei évben megpróbáljuk az 1 plusz 8 osztályos gimnáziumi képzést bevezetni, ami azt jelenti, hogy az általános iskola 4. osztálya után egy nyelvi előkészítő év lesz, ahol igen magas óraszámba tanulnak egy nyelvet a diákok, ez a nyelv az vagy az angol, vagy a német lesz, és utána egy 8 osztályos képzésbe vesznek részt. Ha röviden meg kell fogalmazni, akkor mi a specialitása a gimnáziumnak? Én azt gondolom és remélem, hogy a jó hangulat, és hát az a környezet, ami az a minőségi környezet, ahol a diákok értelmesen és hasznosan tudják eltölteni az idejüket. A gimnáziumról lehet tudni, hogy erős benne a sport. Így van. Én úgy gondolom, hogy mind az egyéni, mind pedig a csapatsportok terén maximális lehetőséget biztosítunk azoknak, akik ezzel a bármelyik sportággal, amit nálunk leledzik, azt tudják küzdni. Ez egy egyházi fenntartású gimnázium. Hogyan jelentkezik az oktatásban az egyházi jelleg? Az egyházi jelleg úgy jelentkezik, hogy nálunk nincsen etikaoktatás, hanem hittanoktatás van, kötelező hittanoktatás. Ez 3 felekezet, az evangélikus, a római katolikus és a református vallás hitoktatói tanítják. Emellett hétfőnként egy áhítattal kezdünk, ahol az iskola lelkészünk szolgál, és utána az elért az elmúlt hét eredményeit, ismertetjük és gratuláljuk, süvegeljük meg. Mikor van nyílt nap az iskolában? Az iskolában jövő hét szombaton, november 23-án és a rákövetkező hét szerdáján, 27-én várjuk a diákokat sok szeretettel.